Napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelettel köszöntöm Önöket. Államtitkár úr azt mondta az előbb, hogy a találkozónk első része a sajtónyilvános. Ezt nem mindenki értette bizonyára, hogy miért jelentette be, ez nekem szóló figyelmeztetés volt. Jól gondolja meg, hogy miket beszélek itt. És miután az ember a magyarok között könnyen félreérti a helyzetet, és elkapja a lendület, meg viszi a szíve, és olyasmiket és olyanképpen beszél, mintha otthon lenne, ebből csak nemzetközi bonyodalmak származhatnak. Ebből fakadóan, hogyha a mondandómat hűvösnek vagy távolságtartónak érzékelnék, az csak azért van, mert megfogadtam az államtitkár úr szavait és fölhívását.